Megvoltak az első ágazati alapvizsgák a szakképzési centrum oktatási intézményeiben. Ez az új szakképzési rendszernek egy teljesen új eleme. Ez zárja az alaptanulmányokat, és ezután tanulhatják a diákok a választott szakma részleteit. A technikumi képzésben ez a második év végén következik be, míg a 3 éves szakképzésben közvetlenül az első év zárásaként kell számot adniuk a tanulóknak a tudásukról. A rövidebb képzési időben résztvevők akár már 2-3 hónap után is levizsgázhatnak. Az ágazati alapvizsgának több része is van, van egy írásbeli része, illetve van gyakorlati projekt feladatos része, ahol egy projekt feladatot fejez be a gyakorlati vizsgáján, készít egy portfóliót, amit az addigi tevékenységeiből általában digitálisan tudja bemutatni, illetve a projektnek a befejezése lesz majd itt az eredmény. A Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikum és Kollégiumban már 36 diák vizsgázott, mindegyik sikeresen. A Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola gyakorlati oktatás vezetője elmondta, hogy ez a megmérettetés egy jelentős mérföldkő a tanulók életében. Az ágazati alapvizsga letétele után dönti el tulajdonképpen a diák, hogy melyik szakmába szeretne tovább menni. Tehát mi ágazatra hirdetjük meg a szakképzésünket, ez a turizmus vendéglátás, és miután letette a vizsgát, az eredményes vizsga letétele után tud választani, hogy cukrász szeretne lenni, pincér vendégtéri szakember, vagy szakács szakmába megy tovább. Az ágazati alapvizsga eredménye befolyásolja az oktatás befejezéseként tett szakmai záróvizsgát is, ugyanis a végső érdemjegy 20%-át ezt teszi majd ki.